keresztény emberek és a kereszténység esetleges feladatairól, lehetőségeiről tartottak konferenciát szerdán Nagyharsányban. A Pécsi Egyházmegye és a Dunamelléki Református Egyházkerület közös eseményének megnyitó beszédeit az egyházakhoz igen közel álló politikusok mondták. Elsőként Hoppál Péter, a Pécsi Református Gimnázium igazgatótanácsának elnöke lépett a mikrofonhoz, aki a múlt században és a rendszerváltás után nehéz helyzetbe került egyházi iskolákról beszélt. Mint mondta, az akkori kudarcok irányították az intézmény vezetőket egy új irány felé. Az akkori helyzet, a megszűnés széle, az integrációs gondolkodásnak az egyetemi oktatói szférában már látható nehézségei, talán már kudarcai irányítottak abba az irányba bennünket, hogy valami mást kell megpróbálni. És köszönet és hála illeti a Nagyharsányi Református Általános Iskolai Tanári Karát, Láza Korsoly, a korábbi Pécsi Református kollégi diákunk igazgatónő vezetésével, és köszönet és tisztelet és hála illeti a Drávafoki Református Általános Iskolánk tantestületét, hogy ezt a valami mást, ezt a szakmai aktorokkal együttműködésben megkeresték és megtalálták. És mára ezek az iskolák a bezárás széléről, az akkori Drávafokon tudom, hogy 65 főről, ma már 98 fővel működő iskolát mutatnak, stabilizálódtak, Nagyharsányi stabilizálódott, és ezzel az inkluziós pedagógiai programmal egy keresztjén attitűdöt adtak az esélyteremtésnek, amely már nem annyira az integráció kiosztott feladatköreinek a nehézségeire figyel, hogy a többségnek ez a feladata, a kisebbségnek pedig az a feladata, és megbélyegzi a kettőt ezáltal sajnos, hanem az inklúzióban partnerséget, szükségképpen partnerséget, és a partnerségben egymás felelősségét hangsúlyozva segít. Balogh Zoltán miniszter püspöki minőségében mondott beszédet, aki még inkább kiemelte a segítségre szorulók saját felelősségét, valamint hosszan taglalta, hogyan kell ezen túl az elesettek és az azokat felemelni kívánok viszonyát új módon tekinteni. Valóban én ezt egy fontos nevezzük innovációnak, egy fontos újításnak tartom, hogy nyelvileg is olyan módon próbáltunk közelíteni ezekhez az ügyekhez, és újra visszatérnék a Martin Bubernek az idézetéhez, éppen olyan, mint te, hogy nem osztottuk föl a világot, és nem is javasolnám senkinek, hogy osztva föl segítőre, meg megsegítettekre. Mint hogyha lenne a egyes számú, meg a kettes számú, és akkor a segítők, ha nem segítenek, a többségi társadalom, akkor szégyeljék magukat, a kettesek meg, akiknek segíteni kell, ők meg mindig áldozatok. Nekik ebben az ügyben semmi dolguk nincs. Ezért töröltük el a felzárkóztatás szót, és változtattuk felzárkózásra. Minden embernek felelőssége van a saját életéért, a legnyomorultabbnak is. Ahogy Püspök atya mondta, nagyon szépen és megrendítően, igen, mindannyiunknak vannak veszteségei az életbe. És nem egyforma az, hogyha valaki a másnapi kenyéren gondolkodik, mert ma nem jutott egy darab kenyérse, ilyen is van, most Kárpátalján ez a helyzet alakul ki a cigány táborokba, ott Beregszászon, meg hogyha egyébként a szívének kedves, nem tudom, milyen gondolatától fosztották meg. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke beszédében elmondta, hogy az egyházi szervezetek évszázadok óta dolgoznak a szegregált csoportok megsegítésén. Mindig az élvonalban és mindig olyan segítséget nyújtva, amit se az állam, se a világi humanitárius szervezetek nem tudnak nyújtani. A lélek és a szellem tisztulását, ébresztését vállalták. Étel és ruha mellé, amely természetesen fontos, a lélek és a szellem táplálékát is adják, Jézus feltétel nélküli szeretetét. A testi szükségletek mellé a lelki-szellemi növekedést is kínálják. Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Tapasztalatunk szerint könnyebb, jól lehet alapvető feltétel, hogy az infrastruktúrális környezetet
szükséges fejleszteni, termelő egységeket létesíteni, intézményeket és iskolákat alapítani. Ez mind könnyebb, mint az emberek, a közösségek gondolkodását, a mentalitást befolyásolni, vagy azt megváltoztatni. Könnyebb a gazdaságot, az ipart fejlődő pályára állítani, bár olykor ehhez is nagy erőfeszítések és komoly összefogás szükséges, de még mindig könnyebb, mint az emberi lelkeket navigálni, növeszteni a közösségek között szociális, kulturális korlátokat lebontani. Pedig ez utóbbin fordul meg minden. A sikeres társadalmi integráció, a valódi esélyteremtés egy hosszú távú projekt, hogy ezzel az idegen szóval éljek, és a lehető legösszetettebb program is egyben. Egy több olyan több szereplős együttműködést kíván meg, ahol a több szereplő, az állam, az egyház, a civil társadalom és olyan több terület, mint a gazdasági, kulturális és a közművelődési élet különböző szereplői fognak össze, és gondolkodnak közösen.